Az új időszámításunk, amit hételén beszéltünk, egy döntetlennel kezdődött. Így van, döntetlennel kezdődött. Nyilván szerettünk volna nyerni, de tudtuk, hogy a Békés Csaba egy gyors, dinamikus futballt játszó csapat, és az igazság, hogy nem szeretek én arra fogni dolgokat, hogy mennyi nehézséggel küzdködünk, de az igazság, hogy a Pataki Zoli nagyon hiányzott előr, illetve volt több olyan játékos, aki nem nagyon tudott edzeni a héten, illetve többen sérüléssel bajlódtak, és ez az igazság, hogy látszott is a mérkőzés képén. Az mennyire befolyásolta a pálya talaját, hogy reggel még hófette a területet? Számított-e ez egyáltalán? Szerintem nem számított semmit. Én azt gondolom, hogy kimondottan jó minőségű pályán játszottunk, tehát ez a mérkőzés befolyásolásában abszolút nem játszott szerepet. Még negyed óra sem telt el a mérkőzésből, de már 1-0-ra vezettünk, és azt gondolom, hogy egy olyan támadás végén szereztük a gólt, ami a Kinyig Milán labdaszerzésétől indult. Így van, tehát ott volt egy jó labdaszerzésünk, és utána egy átlövésből gólt szereztünk, hát azt terveztük, hogy ezekből azért több lesz, tehát hogy több labdát tudunk szerezni középpályán. Az igazság, hogy az is egy kicsit fel volt forgatva, illetve aki előjátszott, az is középpályás lett volna, szóval igen, az első fél időben talán több ilyen lehetőségünk volt, a második fél időben sokkal jobban ránk jött a Csaba, és jól tudott frissíteni is, és hát igazából az ő akarata érvényesült, mi jobbára védekezésre rendezkedtünk be, hát persze szerettük volna nyerni hazai pályán, de sajnos ez most nem sikerült. Utána egy kicsit a kazincbarcikai mérkőzésre emlékeztetett nekem az összecsapás, amikor a kontrákban lett volna lehetőség a gólszerzés kapcsán. Hát igen, arra is appelláltunk, hogy majd a kontráink veszélyesek lesznek. Második fő időben volt is egy, ami igen kecsegtető volt. Én azt gondolom, hogy ha ezt góllal fejezzük be, akkor talán megvan a mérkőzés. De hát ezekből kellett volna többet végigvinni, de az igazság, hogy amit az előbb is mondtam, hogy több olyan játékos játszott, aki keveset is edzett a héten, és látszott a második fél időben, hogy erőléti hiányosságokkal küzdik. Viszont nyilván öröm az ürömben egy kicsit, hogy nem a hosszabbításban dőlt el ez a mérkőzés, hanem 67. percben kaptuk az egyenlítő gólt, de hosszabbítást jól viseltük tulajdonképpen. Igen, jól viseltük a hosszabbítást, tehát nagyon sokat beszéltünk már róla, pont említettem a srácoknak is, hogy most már nem is akarok erre olyan hangsúlyt fektetni, hogy mindig megbeszéljük, hogy a hosszabbításban, hiszen rengeteg pontot veszítettünk, mert ha ennyiszer elmondja az ember, akkor gyakorlatilag ez egy kontraproduktív dolog is lehet, hogy pont visszájára sűrül ez az állandó, ezt szajkózzuk, hogy mi van az utolsó 5 percben, és most nem is beszéltünk róla külön erről, nem is erre fókuszáltunk. Hát örülök neki, hogy most végre nem kaptunk gólt a hosszabbításba. És azért én azt gondolom, volt erő a csapatban arra is, hogy az utolsó percekben előre menjünk és gólszerzéssel próbálkozzunk. Hát én többet vártam volna ebből, hogy a fölfelé játékba, itt az utolsó negyed órában is a Csaba is nagyon kinyílt, voltak komoly területek mögöttük, és ahogy az előbb is említettem, hogy nem, sajnos nem tudtam úgy belecserélni a mérkőzésbe, ahogy kellett volna. Hát talán, hogyha ez meglett, tehát hogyha többet tudtam volna a cserélni minőségbe előre, akkor valószínű, hogy több olyan veszélyes kontratámadást tudtunk volna vezetni, ami talán gólszerzéssel kecsegtetett volna. Tudunk örülni ennek az egy pontnak? Hát az embernek fele más érzése van, tehát mindig győzni akarunk, mi is, pedig kis csapat vagyunk ebbe a bajnokságba, de én azt gondolom, hogy összességében ezt el kell mondani, hogy bár mi szereztük meg a vezetést, de így a mérkőzés után egyből értékelve talán nem is volt benne több, mint egy döntetlen.